Szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket, teremben, az internet előtt, és majd akik az archívumból nézek, azokat is. Elsőként szeretném néhány kiadványra felhívni a taktársak figyelmét, amit egy taktársunktól kaptunk értékesítésre, aminek a megvásárlásával a társulatot lehet támogatni. Rengeteg különböző kiadványt kaptunk, Adamovszky Istvánnak a Gulden rendszer, ebből megvan a korona, a forint és a pengő rendszer is, jelentős árengedménye az eredeti árnak kevesebb feléért, illetve egyéb más könyvek, magyar érmekatalógus, alkalmi felülbélyezések bankjegyeken, bankjegykatalógus, még egy bankjegykatalógus, és temesvári bárcák a 19. század második feléből. Továbbá a magyar szükségpénz katalógus szintén jelentős árengedménnyel vásárolható meg a társulatnál. És akkor, hogy a reklám szünet végére is kezdjük az előadást, a mai előadásunkat Palos Lajos taktársunk tartja a Kossuth érdemrendről, és felkérem akkor szót és a mikrofont átadva, hogy tartsanak az előadását. Kedves taktársak, kedves vendégek, hadd adjak egy kicsit tudományoskodóbb címet az előadásomnak. Adalékok a Kossuth érdemrend történetéhez a Magyar Nemzeti Múzeum anyagai alapján. A Kossuth érdemrend a magyar kitüntetés történetnek egy rendkívül érdekes részét, fejezetét képezi. Több szempontból. Nézzük, vizsgáljuk meg, hogy melyek ezek. Először is a kitüntetés 1948-tól 1953-ig létezett csak, tehát viszonylag rövid ideig. Ehhez képest mindössze csak 2 éven át adományozták, 1948-ban, 49-ben és 50-ben történt adományozása. Ugyanakkor e rövid idő alatt jelvényeit átalakították, illetve jelvényeinek viselési módját átalakították. Azon kívül további érdekessége ennek a kitüntetésnek az, hogy 1953 után, tehát a kitüntetés adományozásának hatályon kívül helyezése után is évtizedekig viselhették ezt kitüntetettjei. Tehát lényegében a rendszerváltás környékén kialakult új kitüntetési rendszerig lényegében ezt a kitüntetést egykori kitüntetettjei hordhatták. Ugyanakkor érdekes még az is, hogy ez a kitüntetés 3 fokozatú kitüntetés, tehát a magyar kitüntetés történetnek az utolsó úgynevezett 3 fokozatú klasszikus kitüntetése. A 3 fokozat ugye azt jelenti, hogy első osztály, másodosztály, tehát válszalagon viselhető első osztály, nyakszalagon viselhető másodosztály és mellen viselhető, háromszögletű szalagon viselhető harmadosztály. Meg is mutatom a képeket. Az első osztály. Érdekessége még, hogy általában a válszalagon a rozettáról szokott lógni az első osztálynak a jelvénye. Itt azonban nem a rozettáról függ alá, hanem a rozettára van ráaplikálva, mint láthatjuk egy babérkoszorúban a Kossuth címer. A Kossuth címer ugye a II. Magyar Köztársaságnak 1946-tól 1949-ig az államcímere volt. Kossuth címer, hogy maradjunk a kitüntetés történeten belül, egy alkalommal került már a magyar kitüntetések történetében egy kitüntetésre. A Kossuth emigrációban a magyar szabadságharcos érdemkeresztre került a Kossuth címer, tehát az volt a legelső előfordulása Kossuth címernek a magyar kitüntetés történetben, és ez volt ugye a második. Most a későbbiekről most nem beszélnék. Itt láthatjuk, hogy a hagyományoknak megfelelően az első osztályhoz csillag is tartozik. Ez bal mellen viselhető csillag. A csillag anyaga aranyozott ezüst, illetve zománcozott. Hadd mutassam meg dobozával együtt, ez Nagy Imre kitüntetése. Dobozával együtt az első osztályt. Itt a nyakban viselhető másodosztály. És a harmadosztály. Tulajdonképpen ez a 3 fokozat,
Ez azt jelenti, hogy ennek a kitüntetésnek az alapításakor, tehát 1948-ban, amikor az ország az 1848. évi forradalom és szabadságharc megünneplésére készülődött, akkor határozták el ennek a kitüntetésnek a létesítését, és azzal, hogy a három fokozatúvá tették, tulajdonképpen egy 18. századi hagyományhoz tértek vissza, szemben például a magyar köztársasági érdemrendnek a többfokozatú, ötfokozatú 19. századi rendszerével, hadd mutassam meg a magyar köztársasági érdemrendet. A magyar köztársasági érdemrendet 1946-ban alapították a II. Magyar Köztársaság megszületésekor. Ez tulajdonképpen a Horthy-kori magyar érdemrendet folytatta tovább, mind kivitelében, mind pedig fokozataival. Vagyis ott ennél a 19. századi hagyománynál, ott a középkeresztnél is van csillag, és a középkereszt a csillaggal egy külön fokozatot jelent. Ehhez képest a középkereszt egy újabb fokozatot, majd a középkereszt és a kiskereszt vagy lovakkereszt között pedig a tiszti kereszt jelent egy újabb fokozatot. Tehát ez az ötfokozatú rendszer, ez a 19. században alakult ki, azonban a Kossuth érdemrend megalapítói inkább a 18. századi hagyománnyal rendelkező három fokozatot részesítették előnyben, ezzel is tulajdonképpen jelezve, hogy ezt szánják a II. Magyar Köztársaság legmagasabb rangú kitüntetésének, mint ahogy így is született meg. A kitüntetés alapítására vonatkozó előterjesztés Dinnyés Lajos miniszterelnök 1948. február 4-én tette meg az országgyűlés elé. Február 10-én már a különböző bizottságoknak az együttes jelentése került az országgyűlés elé, és február 11-én már az országgyűlés szavazott is a kitüntetés megalapításáról. Február 25-én pedig már Tildy Zoltán köztársasági elnök és Dinnyés Lajos miniszterelnök aláírásával kiirdették a törvényt is, megszületett az 1948 évi 17. törvény a Kossuth érdemrend adományozásáról. Ezzel egyidejűleg ugyancsak a 1848 centenáriumára készülve még másik három kitüntetés született. A köztársasági elnök elismerésének koszorúja, a Kossuth díj, amit valószínűleg ez a legismertebb ebben a körben, illetve a Magyar Munka érdemrend és érdemére. Ez a négy kitüntetés gyakorlatilag el lett fogadva az országgyűlés által már március 15-e előtt, és így vált teljessé a II. Magyar Köztársaság kitüntetés rendszerének a legfelső szintje, az 1946-ban megalapított Magyar Köztársasági Érdemrenddel, illetve az ugyanakkor megalapított Magyar Szabadság Érdemrenddel. Tehát ez volt a legfelső szintje, aminek is a legelején a Kossuth Érdemrend állt. Hivatalosan az indoklás úgy szólt, hogy a 1848-as szabadságeszme szellemében a dunavölgyi népek összefogása érdekében kifejtett politikai érdemek jutalmazásául szánták ezt a kitüntetést. Érdekes még, hogy, és ez is egy hagyomány tulajdonképpen, hogy a kitüntetés adományozását az alapszabályok bizonyos számban rögzítették, tehát úgy határozták el, hogy az első évben, 1948-ban az első osztályból 15-öt, a második osztályból 25-öt, a harmadik osztályból 40-et adományozhatnak, majd minden további évben ez lecsökken, és az első osztályból csak 10-et, a másodosztályból 20-at, és a harmadosztályból pedig csak 35-öt adományozhatnak. Most nézzük meg, hogy alakult az adományozás sorsa ez alatt a rövid két év alatt. Tehát 1948. március 15-én adományozta Tildy Zoltán köztársasági elnök 15 személynek. Ezek között találjuk Dinnyés Lajos miniszterelnököt, Szakacsics Árpád és Rákosi Mátyás miniszterelnök helyetteseket, aztán több, a kormánynak több miniszterét, nem mindegyik minisztert, például Rajk László belügyminisztert, Molnár Erik igazságügyi minisztert, aztán Veres Péter honvédelmi minisztert, említeném még, bocsánat, Molnár Erik külügyminiszter volt ekkor éppen. Aztán Dobi István, mint a Kisgazdapárt elnöke, Erdély Ferenc pedig a Nemzeti Parasztpárt főtitkáraként kapta meg. Nagy Imre akkor az országgyűlés elnökeként kapta meg a kitüntetést, és érdekes, hogy megkapta Mihályfi Ernő is, aki korábban több tárcánál is volt miniszter, de éppen akkor a köztársasági elnök hivatalának a főnöke volt éppen. Úgyhogy ők voltak azok. Egyetlen civilként, kvázi civilként Kodály Zoltán kapta meg a kitüntetést,
aki hát végülis mindenképpen azért a társadalmi elithez tartozott, nem csak művész tevékenysége révén ekkor, hanem ő volt ekkor a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is. Így, tehát ők azok, akik megkapták az első osztályt. A másodosztályt valamivel szélesebb köre a politikai állami és pártvezetőknek. Így például megkapta Kádár János, aki akkor éppen a Magyar Kommunista Párt főtitkár helyettese volt. De ugyanúgy megkapta Gyöngyösi János is, aki meg éppen a Kisgazdapárt, a korábban ugye külügyminiszter volt, az 1947-es Párizs békeszerződés aláírója, aki pedig mind a Kisgazdapárt főtitkára kapta meg akkor a kitüntetést. A másodosztályt néhány művész is megkapta, mindjárt mondom a neveket, Heltai Jenő, Illés Béla, Söflin Aladár és Szabó Pál kapta meg a másodosztályt. Ekkor 21 személyt tüntettek ki, tehát alatta maradtak a 25-ös engedélyezett számnak. A harmadosztályt 36-an kapták meg 1948-ban, ez is alatta marad, ugye az ekkor engedélyezett 40 főnek. Itt például, itt elsősorban a pártszervezetek, alacsonyabb rangú politikusai, társadalmi egyesületek vezetői, országgyűlési képviselők kapták meg, többek között Ratko Anna és Bart Sándor, mint országgyűlési képviselő, Boldizsár Iván, mint külügyminisztériumi államtitkár, Pálfi György és Sólyom László, mint katonai altábornagyok, Péter Gábor, mint rendőrségi altábornagy. Itt a politikán kívül eső világból Kassák Lajos találjuk egyedül a harmadosztállyal kitüntetettek közül. Tulajdonképpen ami miatt erre az előadásra vállalkoztam, az éppen az, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum éremtára bizonyos szerencsés körülmények folytán rendkívül gazdag anyaggal rendelkezik a Kossuth Érdemrend különböző fokozataiból és jelvényeiből, és az anyag nagy része, döntő része személyi anyag, a legtöbb esetben a hozzátartozó dokumentumok, mint viselési igazolványok és adományozási okirattal is rendelkezünk. Így mindjárt el is mondanám, felsorolnám azokat, akik tehát az első adományozásból az éremtárba kerültek különböző szerencsés módon. Például Dinnyés Lajos miniszterelnöknek az első osztályú jelvénye dobozzal együtt, és a úgynevezett kis dekorációja is. Mint itt ebben a körben kevesebb kitüntetés gyűjtő, illetve kitüntetéssel foglalkozó szaknumizmata tartózkodik, ezért elmondom, hogy a kis dekoráció az mindig a könnyebb viselhetőséget jelentette a magyar, illetve az osztrák-magyar kitüntetési rendszerben, az azt jelentette egy pillanat, már is mutatok egy példát erre. Igen, hogy a harmadosztályú jelvénynek a textil szalagján a másodosztálynak vagy a harmadosztálynak a jelét teszik, helyezik el. Bocsánat, most bezárom. Ezt. Tehát Dinnyés Lajosnak külön kis dobozban a úgynevezett kis dekoráció is az éremtárban van. Aztán Szakasics Árpádnak, Mihályfi Ernőnek és Nagy Imrének az első osztályú jelvényei vannak még. Gyöngyösi Jánosnak és Nógrádi Sándornak a másodosztályú jelvénye, és Pálfi Györgynek pedig a harmadosztályú kitüntetése. Ezek közül Nagy Imre kitüntetése, valamint Pálfi György kitüntetése a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán látható, a többi az éremtárnak a raktárában. Nos, tehát mint említettem, a Kossuth Érdemrend megalapításakor a legmagasabb rendű kitüntetés volt, megelőzte a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét is. Egyedül a Magyar Népköztársasági vagy Köztársasági Érdemrendnek a láncon adományozott változatát, ami a köztársasági elnök viselhette, ez volt egy mindenek felett álló kitüntetés, ami legelső volt a sorban, tehát ezt ugye csak egyetlen egy ember viselhette. Érdekessége még a Kossuth Érdemrendnek, hogy ehhez lánc nem tartozott, tehát ez a modern idők szellemében itt láncos változatot az első osztályhoz nem készítettek. Ebben külföldiek is kaphatták a kitüntetést. Én ugye a hazai adományozásoknak néztem utána, mint majd látni fogjuk, úgyhogy a külföldi adományozásokkal nem foglalkoztam. Magyar közlönyekben annak egyébként nyomát sem találtam, de hát nem biztos, hogy jó helyen kerestem, úgyhogy az majd egy későbbi kutatástárgya lesz majd. A következő évben, 1949-ben ugye a politikai helyzet már megváltozik. 1949. március 15-ére lényegében az államosítások nagy része lezajlik, a fordulat éve bekövetkezik, a
Magyar Kommunista Párt ugye összeolvad a Szociáldemokrata Párttal és Magyar Dolgozók Pártja néven gyakorlatilag az ország egyedül meghatározó politikai ereje lesz. Ez tükröződik a Magyar Kossuth Érdemrend adományozásánál is, ugyanis 1949. március 15-én nem adományozzák a Kossuth Érdemrendet, a Kossuth díjat adományozzák, aminek ugye az érdekessége egy kis babérkoszorú, ugye akkoriban még az alapításkor, hogy egyrészt, hogy akkoriban még nem csak művészeti teljesítmények, hanem tudományos teljesítmények, sőt még a termelő munkában elért eredményekért is adományozhatták. Később aztán az 1950-es években megalapítják az állami díjat, ami ma Széchenyi díjként él tovább, a külön a tudományos teljesítmények elismerésére. De a lényeg az, hogy az pénzdíjjal is járt, úgyhogy 1949. március 15-én a Kossuth díj adományozásája a főszerep. Valamikor március vége felé adományoznak néhány Kossuth érdemrendet, mégpedig első osztályt nem is adományoznak, hanem összesen hárman kapnak másodosztályt és négyen harmadosztályú kitüntetést. Érdekes az indoklás, a 49-es március 26-án adományozott harmadosztály kitüntetés adományozásához a következővel: az államosítások egyéves évfordulója alkalmából az államosítás előkészítése és az államosított üzemek vezetése körül szerzett érdemei elismeréséül kapják a Kossuth díjat. Ez éppen Szalai András, a Magyar Dolgozók Pártja osztályvezető helyettesének a kitüntetési adományozási okirata, a kitüntetése is az éremtárban van. Tehát a Kossuth érdemrend szerepe, annak ellenére, hogy ez a vezető helyet foglalja el a kitüntetés rendszerben, lecsökken. 1950-ben április 3-án adományoznak újabb Kossuth érdemrendet, akkor éppen Nógrádi Sándor, aki már egyszer megkapta a másodosztályt, méghozzá 1948. március 15-én, ő kapja a következő szöveggel, 1950-et írunk: a magyar népi demokrácia megerősítése és fejlesztése terén kifejtett kimagasló érdemeinek elismeréséül kapja meg. Itt már Dobi István a minisztertanács elnökeként írja alá, de ekkor már ugye az államforma is megváltozik, hiszen köztársaság helyett már népköztársasági forma létezik, és a köztársasági elnöknek a szerepét fölváltja az elnöki tanács elnöke. Tehát ezentúl ő adományozza, és még ebben az évben, ugye Nógrádi Sándornak 50 április 3-án adományozták ezt a kitüntetést, de 50 szeptemberében alapszabályait módosítják a Kossuth érdemrendnek, jelesül, részben átalakítják a viselésének a módját, a polgári világra, vagy hát a hagyományokra emlékeztető vászalag megszűnik, helyette az első osztálynak a csillagát lehet viselni a első osztályú kitüntetésként, mellette megmarad a kis dekoráció, ez éppen Szakasics Árpád példánya, majd beszélünk róla, neki éppen a csillag hiányzik, valaminek folytán hiányzik a kis dekorációjáról, a szalagsávon megtalálható a miniatűrjelvény. És a másodosztálynál viszont nem volt korábban csillag. Ezért ott a alapszabály módosítással előírnak a másodosztály jelvényeként egy csillagot. Az alapszabály az módosítást elrendelő határozatban 70 mm átmérőjű csillagnak kellene szerepelni, azonban valamennyi elkészült példány végül is 60 mm-es, ezt csak az érdekesség kedvéért mondom. Ezek is aranyozott ezüst példányok, ugye tűzzománcozással. Ez Nógrádi Sándornak a példánya. Nagyon érdekes itt tulajdonképpen, hogy tehát egyfelől a kitüntetést ugye átalakítják, hogyan az átalakításnak a mintájául a Magyar Népköztársasági Érdemrend szolgál, ugyanis a Magyar Köztársasági Érdemrendet is ugyanez az 1950-es határozat megszünteti. És a köztársasági érdemrend helyett népköztársasági érdemrend lesz, természetesen az már ugyanúgy nem vászalagos formában, hanem valamennyi jelvénye csillagformájú, ez a legmagasabb fokozat a
magyar népköztársasági érdemrendnek. 5 fokozata van, de egészen más formájúak, mint a magyar köztársasági érdemrendnek az 5 fokozata. És egyidejűleg ez a rendelet a magyar népköztársasági érdemrendnek az első osztályát a magyar Kossuth érdemrend első osztálya fölé helyezi. Tehát itt megszűnik a Kossuth érdemrend, mint a kitüntetési rendszer legmagasabb fokozatú jelvényének lenni. Érdekes az, hogy ez a rendelet nem tartalmaz, az 1950. szeptember 6-i rendelet nem tartalmaz arról semmit, hogy a jelvényeket ki kell cserélni, netán a régieket le kell leadni, vagy csak egyszerűen majd az újonnan új adományozásoknál kapnak a már megváltozott formájú jelvényeket. A Nemzeti Múzeum éremtárának a anyaga az érdekes módon tükrözi ezt a hozzánk bekerült anyag érdekes módon tükrözi ezt a helyzetet. Például Dinnyés Lajosnak, Nagy Imrének és Mihályfi Ernőnek az eredeti 1948-as típusú első osztálya van, tehát a vászalagos kitüntetés. Szakasi Csárpádnál a 1950-es típusú, tehát kis dobozban adományozott szett van, illetve Nógrándi Sándor esetében is, jól lehet, ő 1948-ban is megkapta a másodosztályt, a nyakszalagos változatot, neki is a gazdag kitüntetés gyűjteményében csak a 1950-es típusú szett maradt meg. És nagyon érdekes Gyöngyösi János esete, akinek a kitüntetés hagyatékában, amit az özvegyétől szerzett meg a múzeum még annak idején, megvan mind a nyakszalagos 1948-as változat, mutatom, tehát ez a változat is dobozzal együtt, és itt van a 1950-es második változat, ugye a dobozban adományozott szett is. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle leadási kötelezettség, kötelező csere úgy tűnik nem állt fel, ebben nem foglalkoztak. Hogy miért maradt az egyiknél ez, miért maradt a másiknál az, tehát erre vonatkozóan semmiféle információnk nincsen. Tulajdonképpen a legérdekesebb a Szakasi Sárpádhoz tartozó anyag. Mutatom az ő szettjét. Időbe telik. Ugyanis Szakasi Csárpád, aki mint miniszterelnök helyettes, tehát 1948. március 15-én kapott első osztályt, rendben van, hogy neki a 1950-es típusú szettjét láthatjuk, valószínűleg kicserélhette, az új idők szellemében netán úgy gondolta, hogy a hagyományos nyakszalagos vagy a vászalagos változat neki nem megfelelő, tehát így valamiképpen az ő birtokában ennél a helyzet bonyolultabb. Ugyanis megmaradt neki egy adományozási okirata és egy viselési igazolványa, ami a hagyatékával együtt bekerült a Nemzeti Múzeum éremtárába. És itt a következőt olvashatjuk, hogy a Magyar Népköztársaság elnöki tanácsa úgymond 1956. október 2-i kelettel adományozta volna neki a Kossuth érdemrend első osztályát. Ez nyilvánvaló, hogy képtelenség, hiszen 1950 után eleve nem adományozták, nem találjuk nyomát semmiképpen, 53 után meg már nem is adományozhatták, hiszen a kitüntetés is, ugye, adományozását is megszüntették. Itt mutatom a viselési igazolványát is, ahol szintén ugyanez a dátum szerepel. Nézetem szerint, és ez talán megerősíti az is, hogy ott a bal felső sarokban a másolat szót olvashatjuk az adományozási okiraton, sőt a viselési igazolványon is. Valószínűleg az lehet, hogy amikor Szakasicsot a törvénytelenségek idején, Rákosi Mátyás országlása idején letartóztatták, meg lehet, hogy a kitüntetéseit is elkobozták. És amikor a rehabilitálták 56-ban, valószínűleg ugye október 2-a, valószínűleg a rehabilitáláskor kapott új szettet, és új kitüntetést, és ekkor természetesen már a akkor érvényben levő 1950-es változatot, tehát ezt a változatot, és hát akkor állítottak ki neki új adományozási okiratot, illetve viselési igazolványt, feltehetően ez is elkallódhatott, illetve hát el
kobozhatták a letartóztatásakor. Ez egyelőre részemről csak feltételezés. Ami a Kossuth Érdemrend utóéletével kapcsolatos, hogy mint említettem, viselése továbbra is engedélyezve volt, gyakorlatilag a rendszerváltásig. Hogy szépen fokozatosan csúszott vissza a viselési, tehát a kitüntetések rangsorában. Mint láttuk, ugye 1950-ben már a második helyre csúszott vissza, mert a Magyar Népköztársasági Érdemrend első fokozata ugye került elébe. Aztán a következő változás 1953-ban következett be, amikor az egyfokozatú Magyar Népköztársasági Érdemrendje, ez nem összetévesztendő a Magyar Népköztársasági Érdemrenddel, ez a kitüntetés, nem kitüntetés gyűjtők figyelmébe ajánlom ezt a különbséget. Ennek ez egy egyfokozatú kitüntetés volt, és egy kis háromszögletű szalagon viselhető kitüntetés volt. Ez lépett elsőként a magyar kitüntetések rangsorába. Majd aztán 1956-ban az elnöki tanács megalapította a Magyar Népköztársaság zászlórendjét, amelynek a első fokozata a Magyar Népköztársaság Érdemrend első fokozata elé kerül. Értelemszerűen ekkor a Kossuth Érdemrend első osztálya negyedik volt a rangsorban. Aztán 1964-ben az egyfokozatú szocialista munkahőse lép a viselési sorrend élére, így tehát egyel visszalép Kossuth Érdemrend. Aztán 69-ben a 1966-ban megalapított és 67-ben csak egyetlen egy alkalommal adományozott egyfokozatú szocialista hazáért érdemrend is a köztársasági, illetve a Kossuth Érdemrend elé lép, sőt a Népköztársasági Érdemrend elé lép, majd aztán 74-ben a Béke és Barátság Érdemrend és a Magyar Népköztársaság zászlórendje kitüntetés módosításával a gyémántokkal ékesített első fokozat és a rubintokkal ékesített fokozat is a Kossuth Érdemrend elé lép, ekkor 8. volt a rangsorban. A szocialista korszak végére a 10. helyre csúszott vissza a Kossuth Érdemrend első osztálya, 16-ra a második osztálya és 27-re a harmadik osztálya az akkor 84 tételes listán. A szocializmus évtizedei alatt a kitüntetésnek nyilvánvalóan egyre fogyatkozó létszámú viselői természetesen bizonyos alkalmakkor mindenképpen hordhatták bizonyos állami és egyéb ünnepi alkalmakkor, ugyanis erről tanúskodik, hogy utógyártott példányai vannak a Magyar Kossuth Érdemrend 1950-esben módosított jelvényeinek. Ezek már nem ezüstből készülnek, hanem tombakból. És az aranyozás viszont ugyanakkor szebb rajtuk. Elnézést, időbe telik. Ebből a jelvényszedből, tehát ennek az első fokozatából, második fokozatból és harmadosztályából az elnöki tanács ajándékaként kapott a 70-es években a Magyar Nemzeti Múzeum éremtára, ebből is több darabban rendelkezünk. Itt ez a fotó talán nem adja vissza azt a gyönyörű élénk aranyló sárgáját, mint ami eredetileg ennek a kitüntetésnek van. Érdekes, hogy aztán a szocialista korszak vége felé úgynevezett hidegzománccal, ilyen műgyantás változattal is készültek. Az éremtárban a harmadosztályú jelvénynek vannak hidegzománcos, ilyen műgyantás változatai. Ezeknek a több kitüntetés szakértővel beszéltem, van, aki azt mondja, hogy hát az esetlegesen elveszett darabok pótlására gyártották ezeket, tehát a kitüntetettek igényelhettek esetleg ezekből. Van, aki azt mondja, hogy netán a temetésen hordták, ugye párnán tették ugye a illető elhunyt kitüntetéseihez oda. Nem, megmondom őszintén, hogy nem tudom ennél pontosabban meghatározni. Lényeg az, hogy sok van belőle. Molnár József, aki a Kossuth Érdemrendet az érem hasábjain egy kétrészes tanulmányban kutatta, illetve tárta föl. Ő 99 darabot ismert a Kossuth Érdemrend különböző jelvényei közül, ebből 27 volt tombak, amit ő itt-ott-tamott különböző gyűjteményekben, egyéb helyeken látott. Az éremtárban gyakorlatilag minden fokozatból több példány is van, és mondom még műgyantás változat is. Ennek az előadásnak majd a megjelenő változata számára én készítettem egy listát,
ami mutatja, hogy, mennyi darabban rendelkezik a Nemzeti Múzeum éremtára. Itt most csak a fontosabb daraboknak a számát említem. A vászalagon viselt első osztályú jelvény, tehát az 1948-as típus, abból 4 darab van az éremtárban, ebből 2 eredeti dobozban. Az első osztályú csillagból, abból a, tehát nem a tombakból, hanem a aranyozott ezüstből, abból 5 darab van. Ebből 2 a vászalagos jelvény dobozában, 2 pedig 1950-es típus dobozában. Aztán az első osztálynak a miniatűr jelvénye is van, ezeket is szeretném megmutatni. Több változatával rendelkezünk a miniatűr jelvénynek. A legérdekesebbek ezek a frakláncon viseltek. Ez Nagy Imrének a fraklánca. Nagy Imre kitüntetéseit a rendszerváltás után a lányától, Nagy Erzsébettől vásárolta meg a Nemzeti Múzeum, és itt látható, a hogy mely kitüntetések kerültek be. Mutattam itt már a Magyar Köztársaság érdemrendnek a nagy keresztjét, az a Nagy Imré volt, a Kossuth érdemrend első osztály úgy szintén dobozzal, és emellett ez a kis fraklánc sorozat került be. Itt láthatjuk ugye a kitüntetés rendszer élén ugye a Kossuth érdemrendet, itt láthatjuk a köztársasági érdemrendnek a csillagos miniatűrjét, illetve mellette a kis keresztet. Ez a Magyar Szabadság érdemrendnek az 1947-es típusa. Itt a közbiztonsági jelnek egy nagyon szép kis miniatűr példány, ebből nem sok van. Ez pedig egy jugoszláv kitüntetés, ott pedig Budapest felszabadításáért egy Sztálin portrés szovjet kitüntetés. Tehát ez a fraklánca Nagy Imrének, és megmaradt Mihályfi Ernőnek a fraklánca is, akinek szintén a teljes kitüntetés együttese a múzeum éremtárába került. Itt láthatjuk a Kossuth érdemrendet. Ő nagyon érdekes, hogy neki a kitüntetései között a Magyar Köztársasági Érdemrend első osztálya került be a múzeumba, ugyanakkor a frakláncán pedig már a Népköztársasági Érdemrendnek az első osztálya van. Látható. Láthattuk előbb, ugye Nagy Imrénél, ott a köztársasági érdemrendnek a miniatűrje van. Itt nála is a Magyar Szabadság érdemrend, a Polonia Restituta, ugye Lengyelország újjászületése, annak a nagy keresztjének a miniatűrje, illetve annak a csillagjának, a nagy csillagjának a miniatűrjét láthatjuk Mihályfi Ernőnek a szettjén. Ezek ugye a tehát a kitüntetés tanulmányozói, kutatói számára talán a legérdekesebb darabjai a Kossuth érdemrend jelvényeinek. Ezen kívül megemlíteném még, hogy kiknek a mely személyi anyagban kerültek be. Adományozási okiratok Dinnyés Lajosnak, Gyöngyösi Jánosnak, Szalai Andrásnak, Nógrándi Sándornak, Szakasi Csárpádnak, mint ugye közreadtam, valamint Mihályfi Ernőnek a kitüntetés adományozási okiratai is az éremtárba kerültek. Amit záró megjegyzésként talán szeretnék elmondani, ami régóta foglalkoztat, hogy ugye az látható, hogy egyetlen egy társadalmi berendezkedés sem képes általában egy magasrangú kitüntetéssel, itt annak különböző fokozataival megoldani azokat a funkciókat, amiket ugye a kitüntetésnek vannak. Ha belegondolunk abba, hogy a Horthy korszakban is például a magyar érdemrend mellett ugye újjá születik ugye a Magyar Királyi Szent István rend, amellett aztán a Magyar Szent Korona rendet is a II. Világháború alatt megalapítják kifejezetten külföldieknek való adományozás céljából. Nos, érdekes, hogy amikor 1990-ben fölmerült a harmadik magyar köztársaság kitüntetés rendszerének az elképzelése, illetve megújítása, akkor a akkori törvényhozók végül is beérték a magyar köztársasági érdemrend kitüntetés együttes felújításával, és mellette nem hoztak létre másik hasonló, többfokozatú, különböző célokra adományozható kitüntetés. Például a Magyar Kossuth érdemrend jöhetett volna szóba, amennyiben ugye a harmadik magyar köztársaság bizonyos értelemben a második magyar köztársaság hagyományait eleveníti fel. Ez egy érdekes kérdés, amit hát esetleg majd érdemes lesz vizsgálni, hogy a Magyar Kossuth érdemrend megújítása
miért maradt el 1990-91-ben. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen az előadást! Szeretném megkezdeni, kinek van kérdése hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Én csak olyan érdeklődésére, hogy az eredeti alapítói szándék az a Duna-medencében élőknek volt ez a... Igen. És én úgy érzékeltem, hogy már a legelső körben is gyakorlatilag egyértelműen magyar belpolitikai érdekeknek lehetett ezt itt kapni. Amiből én egyelőre csak azt láttam, hogy a befele történő adományozás úgy arról szó volt, hogy ezt még nem tudjuk, hogy esetleg külföldre kikapott. Ennek nem mentem fel. Befele nem igazán érvényesült az alapítói szándék, ami a kitüntetés létrehozásokon megszövegezésre került. Jól érzem, hát, igazából nem tudom, mennyire jött az előadásomból, hogy valójában itt tényleg az a probléma ebből a kitüntetés, és azért érdekes tulajdonképpen a magyar kitüntetés történet szempontjából, hogy ezt tisztességesen, rendesen egyetlen egy alkalommal adományozták. 1948. március 15-én. Ekkor 48-ban összesen 73 példányt adományoztak az első, másod és harmadosztályból. Ehhez képest az 1979-ben megjelent a Magyar Népköztársaság kitüntetései című könyv, bizonyos Besnyő Károly, dr. Besnyő Károly könyve, ő 116-ot említ, tehát ő csak egy adatot mond. Később ugye még adományozták 49-50-ben, én összesen 81 darabot tudtam megszámlolni, úgyhogy átnéztem az összes magyar közlönyt. Csak ennyit, de tehát magyarán ez egy olyan érdekes helyzet, amikor tehát az alapításkor gyakorlatilag a magyar politikai elit számára adományozzák, annak a szűkköre számára, és onnantól valóban, amikor valóban ki kellene teljesíteni ezt a fajta szellemiséget, hát gyakorlatilag ugye megszűnik az a köztársaság, amelyik ezt létrehozta, létrejön a népköztársaság, és onnantól el is horvad, mert ott igazából ez a kitüntetésnek nem találnak helyet. Tehát ez a válaszom, hogy valójában a helyzet változik meg olyannyira, hogy ez a kitüntetés nem futhatta ki magát. Annak ellenére, hogy ugye 90-ig viselhető volt. Ez a válaszom erre. Igen, Karasvér, kérlek. Nagyon érdemrendje kapcsán világos, hogy hogyan került ide, de ezen kívül még, hogyha jól emlékszem, akkor három kivézettet említettél még, ugye a Pálffy Sólyom, és Rajk, nem utolsó sorban. Ezeknek a kitüntetéseknek a nyomairól van valami, vagy sorsáról? Hát nem tudom, a Pálffy ugye az bekerült az özvegytől, a Pálffy kitüntetései. A Rajké, hát szerencsére ér a gyermeket, hát tőle megérdeklődhető lenne. Hát ez egy sajátos dolog, hogy ugye mikor kivel tudja fölvenni a múzeológus a kapcsolatot, vagy éppen kinek a leszármazottja jelentkezik, mert ebben az esetben leginkább úgy volt, hogy a leszármazottak jelentkeztek. Mi egyetlen egy esetben mentünk ki személyesen, legalábbis én magam a Maléternek az özvegyéhez, aki nem kapott más kitüntetést, például a Magyar Szabadság Érdemrendet kapott. Ott valóban mi voltunk a aktívak, a kezdeményezők, hogy, és akkor őtől is megvettük a Maléter kitüntetés szettjét a ruháival együtt, de hát a Rajk Lászlóhoz nem mentünk el. Nem tudom, hogy hát ne felejtsük el, hogy nagyon sok család ugye azért nem ajánlja fel, mert hiszen kegyeletként ugye őrzi. Tehát ez egy, hát érdeklődni mindenképpen meg lehet, anélkül, hogy esetleg a köz számára megszereznénk, de mindenképpen. Köszönöm szépen a felvetést. Igen. Hogy esetleg, tehát megfosztásra nem került sor. A kitüntetéstől való megfosztásra. Hát ez politikai ítéletekről van szó. A Szakasi és Árpád esetében úgy tűnik, hogy igen, mert különben nem találkoznánk ebben az 1956. október 2-i keletű adományozási okirattal, illetve viselési igazolvánnyal. Tehát én gyanítom ebből az egy esetből, ami persze hát csak feltételezésre ad alkalmat, hogy igenis megfosztatták őket. Igen. Előfordulhatott. Ugye hát Nagy Imrét ugye, hát ő gyakorlatilag végülis hát az ő csak ugye politikailag szorították háttérbe az 50-es évek egy bizonyos időszakában, aztán rehabilitálták, úgyhogy nála nyilvánvalóan végig a birtokában maradtak. Rajk László esetében gyanítani lehet, hogy hasonló történt. Ugyanakkor érdekes, hogy Pálffy György esetében, akit kivégeztek, ott megmaradt a
összes kitüntetése, amelyek általában másod-harmadosztályok voltak. Magyar Népköztársasági Érdemrendnek volt másodosztálya, illetve ugye, mint láttuk, a Kossuth Érdemrend harmadosztálya. Ott például megmaradt. Egy észrevétel volna, hogy említette a centenáriumi évet és a folyamatbáját, ugye a Kossuth díjat. Hát, tulajdonképpen el kérett volna neki fogadtatni magukat a közvéleménnyel, annak is utató be, hogy analfabétákat is kitüntette Kossuth díjjal, a Kapoly Antal nevét említhetni, akinek ugye a Kaposvári Múzeumban ugye állandó szerepe, Fafaragó Juhász ember volt, és a fia, ifjabb Kapoly Antal is ugye ott állandó szerepe a kérdésen, analfabét ember volt, de hogy mennyire nem volt súlya a kitüntetésnek, egy adomát említenék, hogy Egy József, a festőről tudjuk, hogy Vadacsonyban volt, ugye lábadozó, és ott is maradt, elvette az ápolónőjét, feleségül. Bent pecázott a tóba, és szóltak neki, hogy hát jöjjön már ki, mert ugye hát Kossuth díjas le. Csak erre azt mondta, hogy kapás van. De nem tudták, hogy ez a Kossuth díj. Tehát azért, hogy a népszerűsítés, mert megvolt a centenáriumi évnek a nagy csinadratára, és kapták ugye ebben kapcsolatos díszérmet is ugye, de semmi elfogadottság nem volt. És ezért is ugye hát kellett ez a népszerűsítés, hogy ilyen személyek is adtak, amit említettél, hogy szélesebb volt az eleinte az indítás. Hát igen, ez egy külön elgondolkozást igényel. Hát végülis ugye 48 centenáriumi azért eléggé hát mai szóval nagy volt a felhajtás. Például a Nemzeti Múzeum épületében volt ugye egy olyan kiállítás, amit 1 millióan néztek meg. A magyar kiállítás történetben egyedülálló módon, ugye hát, ez talán ugye a Magyar Köztársaságnak egyik utolsó nagy, még az államosításokat megelőzően utolsó nagy szabású ilyen össznépi ünnepsége volt. Igen? Minden osztálynak külön gimnasztikai gyakorlatot kell bemutatni. Én is tornáztam. Szóval jól emlékszem rá, és erre az alkalomra címeres sporttrikók készültek. Még Kossuth címeres, ez sényeket tudok írni. Hát akkor gyakorlatilag, ha egy kicsit összefoglalom, az alapító iratban és később sem szerepel olyan kitétemény, hogy halál esetén vissza kell szolgáltatni, vagy büntetés esetén bevonatkozó. Igen, de a alapszabálynak egy példányát elhoztam, illetve egy fénymásolatot. Nem említettem az előadásban, hogy ez egy valóban egy különbség a hagyományokhoz képest, hogy ebben az esetben ugye a kitüntetés nem kell halál esetén visszaadni, tehát erről visszaszolgáltatásról nem rendelkezik. Ugyanakkor a büntetéssel kapcsolatban igen, erre vonatkozóan valóban van, hogy itt az általános, valahogy így fogalmaz az alapszabály, hogy ez esetben az általános szabályok a iránymutatóak. Nyilvánvaló, hogy ha valakit ugye bíróság elítél, akkor valószínűleg a kitüntetéstől megfosztatik. Igen, de külön nem részletezi. És találtak olyan okiratot, hogy a halálra ítéltek legyen, és a többitől jogilag papírformában leírták, hogy és ezeket a kitüntetéseket tűnstől megfosztjuk. Mint hogy pont az 50-es években játszódik le ugye a Kossuth Érdemrend utóélete, hát így nem valószínű, hogy ott ebben papírformájában foglalkoztak volna, de nem kizárt természetesen, nem tudom. Talán hát úgy tűnik, hogy ez levéltárba kell különböző peraktákat áttekinteni ahhoz, hogy esetleg ilyennel találkozzunk. Én magam részéről még nem találkoztam, de hát természetesen nem kizárt. És akkor még egy kérdés lenne, és akkor a legutolsó Kossuth Érdemrendet mikor adták ki? Hát, adományozták valakinek. Hát az én adataim alapján 1950. április 3-án. Igen, utána nem találtam egyszerűen nyomát az újságokban a magyar közlöny számait néztem át, de hát egyéb erről sem sincs információm ez irányban. De nem szüntették meg 50-ben? Nem, 50-ben nem. Nem, egyszerűen csak elhalt azzal, hogy nem adományozták. 53-ban szüntették meg. Tulajdonképpen 83-ban is adhattak volna valakinek halálnak. Nem, az 53-as rendelkezés az egész egyszerűen megszüntette az adományozását. 53-ban törvényileg megszüntették, csak, mint említettem, ugye, tehát 5 évig állt így fönt hivatalosan, csak éppen viselni lehetett.
tehát a viselés, további viselését nem tiltották el. További kérdés, megjegyzés? Talán annyit, hogy a büntetési tételtől is függhetett, hogy visszavonták, nem vonták. Ez az egyik meglátásom, a másik meg Kossuth díjat nagyon kevés kiemelkedő munkás kapott, egy-két munkásasszony, néhány juhász, és ezzel be is volt zárva, döntően a szellemi élet kapta József Attila, posztumusz, annál visszamenő. Hát igen, a Kossuth díj esetében is tulajdonképpen csak a legkorábbi adományozásoknál fordul elő, hogy a termelő munka embereit is, kiválóságait is kitüntették. Később valóban csak a tudomány és a művészet, majd aztán 1950-es években ugye létrejön az állami díj 52-ben, 53-ban, és gyakorlatilag onnantól már csak a művészeti díj marad a Kossuth díj. De hát ekkor ugye, ekkor már a Kossuth érdemrend is megszűnik. Igen? Említetted ezt a kettő, hogy a tombak és erős váltás. Hát például, hogy említett a zászlórendet is, hát a zászlórendet a negyedik fokozatától kezdődik, ugye az ötödik lesz tomba, az ezüst volt. És amikor megmaradt el Rákoséknek is volt ez a készlete, negyedik fokozatról, és amikor megvolt a fordulat itt a 56 után, akkor 17-et ő adott az ezüstből még, mert még volt a Rákosi készletéből. Érdekes, hogy ez nem indul meg. Tehát biztos ebből is volt gyártva, tehát csúnyán mondtam, tehát volt készleten ebből, és mégsem adományoztam. Így van. Tehát például az előbb ugye mutattam a pillanat, a Szakasicsét, ugye aki hát úgy tűnik, hogy 56-ban, tehát amikor a adományozás okirata, ugye akkor kaphatja meg ezt a második szettet, és itt ez még ezüstből van. Tehát nyilvánvaló, hogy volt készleten, sőt, készültem ezzel is, de nem akartam ugye a publikum figyelmét untatni. Tehát ugye a csillagokban, a csillagok hátlapján, illetve a harmadosztályú jelvények vagy kis dekorációk hátlapján sorszám is van. Na most az érdekes az, hogy amikor a 50-es adomány, tehát az 1950-es módosított kitüntetések hátlapján már nincsen évszám. Míg a sorszám. Évszám van, sorszám nincsen. Itt, ha megtalálom a papíromat gyorsan, akkor mindjárt említem is, hogy azt a néhányat, amelyikről be tudok számolni, hogy ki milyen sorszámot kapott. Igen. Igen, egyébként az ezüst darabokon természetesen a fémjel az bent van, benne van. Például Dínyi és Lajos. Nagyon érdekes, hogy ugye ő kapta tulajdonképpen a Tildi Zoltántól, tehát aki feltétlenül az elsőt kaphatta volna, az első sorszámot, Dínyi és Lajos kaphatta volna a másodikat. Ő azonban a csillagján a 10-es szám van, a kis dekoráción, tehát ugye a harmadosztályú jelvénynek a hátlapján pedig 154-es szám van. A Szakasicsén, mint említettem, nincsen, tehát ezek olyan valóban legyártott darabok, amelyeket már nem sorszámoztak, de még ezüstből készültek. A Mihályfi Erdőnén 14-es van a csillagon, 26-os a kis dekoráción, és Gyöngyösi Jánosén pedig, aki másodosztály kapott, ott például a 14-es szám van a jelvényén. És ugyanakkor Nógrádi Sándor, aki ugye a 1950-es szettet kapta meg, ott sincs már sorszám. Ugyanakkor az még ugye ezüstből készült. Tehát a hivatalos adományozottak azok mind ezüstből készültet kaptak, és valamikor ugye nem, az az igazság, hogy a tomba példányoknak a gyártása az is inkább megsatszolható 60-as, 70-es évek. 50-es években valószínűleg még nem gyártottak tombakból készült példányt, csak a 60-as, 70-es években. 70-es években egészen biztos, mert az elnöki tanácsról akkor kapott a múzeum egy teljes szettet, ami valamennyi jelvény tombak változatát tartalmazta. Elsorvasztották az adományozást, de azért a 70-es években így gyártanak tombakból jelen viselési példányokat, vagy... Aki kitüntettek vele, hát ne felejtsük el, hogyha felolvastam ugye a neveket, tulajdonképpen ugye a már 1948-ban is ugye a későbbi fordulat éve utáni pártelitnek is jó sok tagja kapott, tehát Rajk László, Kádár János és a többiek, Rákosi Mátyás, tehát így végül is a kitüntetés ilyen értelemben diszkreditálódott a későbbi hatalomváltás utáni elitnek a tagjaival. Szeretném a két kérdés, hozzászólás.
Ha nincs, akkor szeretném ismét megköszönni szépen az előadást.